A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy családcentrikus, mosolygós, kivételes szakmai alázattal rendelkező, tudatos és egy komoly jövőképpen rendelkező kolléga életútját tárjuk önök elé, vendégem Seyfert Richárd. Szia Ricsi! Szervusz, Lajos! Nos, hát azt tudjuk, hogy leginkább szerkesztőként a Kocsizum oldaláról, a másik oldalról pedig operatőrként ismernek téged a fehérvári televízió nézők. Ugyanakkor az indítatásról nagyon kevés szó esik, méltatlanul kevés szó, mondom én. Ezért aztán ismerkedjünk meg egy kicsit a kezdetekkel, hiszen az nagyon-nagyon fontos, hogy milyen utat választottál és miként. Hiszen a Vörösmarty Mihályt, én azt mondom, hogy a gimnáziumnál kezdjük, mert az már meghatározó mindenképpen egy ifjú életében. Tehát a Vörösmarty Mihály gimnáziumba látogassunk el mi így. Igen, ez érdem van, ugyanis én alapvetően én Szekszárdon születtem, és mi onnan költöztünk Érdre, mert amikor én ötödikes voltam általános iskolában, az én édesapám akkor elkezdett Budapesten dolgozni. És nekünk az úgy nézett ki a hetünk, hogy hétfőn elment apu, és pénteken jött általában haza. És akkor a szüleim úgy döntöttek, hogy jó, akkor ez azért így nem járható út, főleg, hogy azért elég kicsik voltunk még a tesómmal viszonylag, tehát 10 és 7 évesek, és akkor mi Érdre költöztünk. És igazából ugye én így kerültem ott a gimnáziumba, hogy mi ott Érdel laktunk. Alapvetően én elsősorban autószerelő szerettem volna lenni, tehát nekem így ezzel kezdődött, hogy akkor én az akarok lenni, de aztán a szüleimmel rengeteget beszéltünk erről, hogy az autó szeretet, az a fajta szeretet, ami nekem van, az nem biztos, hogy az autószerelésben fog megnyilvánulni, tehát hogy inkább foglalkozzak mással, tehát tanuljak más irányba. És hát ugye Érden én a gimnáziumban, akkor én amikor 8-as voltam, én sportoltam, én akkor kezdtem el atlétizálni. És az akkori edzőm, Szalai tanár úr, ő a gimnáziumban volt egyébként középiskolai tanár, tehát az első versenyemet, amikor megnyertem, most idézőjesen mondom, hogy az egy egyenes út volt igazából a gimnáziumba. Úgyhogy én így kerültem az Érdi Vörösmarty Mihály gimnáziumba, és nem autószerelő lettem, hanem csak egy autószerető, aki középiskolában a gimnáziumba járt. Tehát amikor választanod kellett a későbbiek során, tehát ezért mondtam a jövőképet, akkor egyértelmű volt számodra, hogy a Kodolányi János Főiskola az egy jó út lesz neked? Igen, azon gondolkodtam, hogy én a matekot nagyon nem szerettem, az most nem titok, és azt tudtam, hogy gazdasági résszel nem akarok foglalkozni, viszont a kommunikáció az nagyon is érdekelt. Én nagyon sokat szavaltam, versenyekre jártam középiskolás koromban is, és az akkori igazgatónő, emlékszem, az egyik ilyen előadás után azt mondta, hogy Richárd, ígérje meg nekem, hogy maga valamilyen színpadon fog majd egyszer szerepelni, és mondtam, hogy hát ha ezt nem is ígérem meg, de hogy valamilyen módon azért majd igyekszem olyan állást vagy olyan szakmát választani, amivel esetleg azt tudom kamatoztatni. És a kommunikáció szakasz adott volt, hogy én azzal szeretnék foglalkozni, az érdekes volt, és itt Székesfehérváron, akkor a Kodolányi János iskolában, a főiskolán nyelvekkel lehetett párosítani, vagy pedig a gazdász szakkal a kommunikációt. És mivel én angolos voltam, nekem középiskolás koromban volt már egy C-típusú középfokú nyelvvizsgám, nyilván adta magát, hogy akkor én az angolra fogok menni, tehát nem a német, nem a francia nyelvet választom, és akkor így jött ez, hogy én a Kodolányi Főiskolára felvételiztem. Tehát a kommunikáció nyilván vonzott. Igen. Voltak határozott elképzeléseid, hogy mit kezdesz a diplomáddal? Igen, a tévés szakirány az nagyon egyértelmű volt számomra, hiszen a szakosodást azt már olvastam is ebben a kis felvételi tájékoztatóban, amit akkoriban minden évben kiadtak a továbbtanulóknak, és abban benne volt ez, hogy lehet szakosodni. És a tévés szakirány az nekem kifejezetten vonzó volt, és hát Györfi tanár úr, ő volt, aki a kommunikáció tanszéket is vezette, például, tehát hogy azért ismert emberek voltak, akik gardíroztak minket, és igazából nekem ez egy eléggé egyirányú, illetve egyértelmű irány volt. Hogy ugye azt mondják, hogy az egynyelvű nép gyenge és esendő, tudjuk ezt régről, ezer éve. Tehát te használtad is az angol nyelvet a következő időszakban is már. Igen, és ez azért is érdekes, hogy használtam, mert hogy
rögtön a gólya táborban az akkori angol tanszék vezetője közölte velünk, hogy mi kísérleti osztály leszünk, tehát nem szabad leadnunk egyik szakot sem. És ezt egészen egyszerűen azért találták ki, mert hogy az előző években az volt a tapasztalat, hogy rendszeresen leadják is az angolt. Tehát a kommunikációt azt végigviszik, de hogy az angolt azt leadják, és hogy kíváncsiak arra, hogy ez most azért van, mert egyszerűen csak úgymond lusták voltak a diákok akkor, vagy pedig tényleg annyira nehéz, amit ők kitaláltak, tanterv, tanmenetet. Úgyhogy nekünk így indult, hogy én le se adhatom, de én mondtam, hogy adjanak nekem egy papírt, én most itt aláírom, hogy én nem fogok senki gyereket soha tanítani, mert hogy ez szintén akkor derült ki, hogy nem jól jelent meg a felvételi tájékoztatóban, tehát nem sima angol és kommunikáció szak, hanem angol nyelv és irodalomszakos tanárképzés és kommunikációszakos bölcsészképzés, és hát ugye ez volt pluszban még mellé, hogy nem adhatjuk le. Tehát nekem végig kellett csinálnom ezt a két szakot, és én annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy én soha nem fogok diákot tanítani, jó lesz egy, mit tudom, egy kettes, hármassal, csak hogy legyen meg, mert az angolt azt én attól függetlenül nagyon szerettem. Tehát beszélni nagyon szerettem, csak nekünk meg kellett tanulni olyan dolgokat, hogy nyelvészet. Tehát nekem már nem volt elég az, hogy valamit jól megoldok, nekem azt is meg kellett tudni magyarázni, hogy az miért úgy helyes. És ehhez kellettek ugye a különböző tantárgyak, amiket a főiskolán tanultunk, de aztán végül végigcsináltam. De fontos volt, hogy ha nem is rögves, de lehetőséget kaptál tanítani is? Az nagyon fontos volt, igen. Az nekem ez nagyon tetszett. Ez a Sutherland nyelviskolára. Igen, az már a következő lépés volt, mert hogy a főiskola alatt, nekem az első, amikor a tanítási gyakorlat volt, mi harmadikos korunkig nem láttunk diákot. Tehát mi elméletben tanultunk mindent, nyilván ahogy a többiek is, és harmadikos koromban nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. És amikor volt már a tanítási gyakorlatunk, negyedik osztályban, erre tisztán emlékszem, általános iskolában volt az első, utána középiskolába is kellett menni, és harmadikos osztályba mentem be egy tanórát tartani, és mikor vége lett a tanórának, egy kis pici diák, egy harmadik osztályos diák a fülem halatára mondta, hogy ez a kis tanárbácsi, ez nagyon ügyes volt. És ez annyira jól esett, és olyan pozitív visszajelzés volt számomra, hogy olyan kis emberek, akik igazából akkor ismerkednek még a nyelvvel, és tudtam neki valami olyasmit átadni, és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy lehet, hogy kéne ezzel foglalkoznom, és amikor befejeztem a főiskolát, utána jött a Sutherland, de az már egy autós munka mellett, hiszen akkor már az RTL-nél dolgoztam. Tehát az autó, az jött az RTL klubbal, az Automániával, igen. És az Automániád az nem szakadt félbe semmilyen értelemben. Egyáltalán. Hogyan lehetett csúcsra fejleszteni? Ezt majd szépen a lépéssort azt megbeszéljük, de tehát közben sem hagytad el azt az álmodat, hogy minél magasabb szinten foglalkozz autókkal. Igen, igen, ez nagyon fontos volt számomra, mert mindamellett, hogy nem mi voltunk, akik a képernyőn szerepeltünk, egy kollégámmal voltunk ketten szerkesztői az adásnak, és mi felváltva dolgoztunk, tehát minden második héten mi szerkesztettük a saját adásunkat. És igazából mi voltunk a szócsövek, ugye egy műsorvezetőn keresztül, és nem mindegy, hogy mit mondunk el az embereknek. Nem mindegy, hogy azt hogyan tálaljuk. Nagyon sok kritikát kaptunk, azt hozzáteszem. Én ezeket mindig figyeltem, és ezek nekem időnként rosszul estek, mert én magamra is vettem. Mert hiszen mi álltunk ott a háttérben, világos. Tehát mi készítettük ezt az egészet, és én úgy gondoltam, hogy ha ilyesmivel foglalkozunk, akkor igenis fontos az, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Nagyon sok hiányosság volt, és van, mert annyi minden fejlődik, és nem mindent tudok én úgy követni, ahogy azt én szeretném, és ez olykor idegesít is engem. Az angol ezért is volt nagyon fontos, mert nagyon sok sajtóanyagot például inkább olvasok el előbb angol nyelven, mert a magyar nyelvűekben nem mindig vannak benne azok a finomságok. Nem biztos, hogy úgy fordítja le, aki olvasta mondjuk előttem, ahogy azt én szeretném. Tehát ez így összefut. Tehát ez a folyamatos fejlődés záloga, hogy figyelemmel kell kísérni a világ eseményeit mindenféle értelemben. Igen. Hát itt az autók tekintetében pedig ez még inkább így van. Igen. Ugyanakkor a testautó.hu is elindult, tehát így már ilyen értelemben kerek volt a világ. Igen. A választanod kellett a tanítás, illetve a televíziós munka között. Mi döntött? Amikor a testautó.hu elindult, az már a végjátéka volt az Autománia című műsornak. Tehát mi oda gyakorlatilag átkerültünk, és onnantól kezdve lettünk mi igazából a fókuszban. Tehát akik addig háttérben voltunk,
már névvel és arccal szerepelhetünk, hiszen már videókat is készíthettünk, amiben mi magunk teszteltük az autókat, nem pedig egy műsorvezető, aki korábban. És ez azért volt egy érdekesség, mert akkor a cikkírást is például meg kellett tanulni, hogy hogyan írunk rendes cikket, egy jó és érdekes cikket, izgalmas cikket. Mindenkinek ki kellett alakítani a stílusát. És ez is egy új fajta kihívás volt ebből a szempontból. A tanítás emellett még nagyon szépen belefért, viszont eljött az az időszak, amikor a tanítás már nem tudtam egyszerűen megoldani, mert annyival sokkal több dolgom volt a televízióban, és akkor már nem mint autós műsorkészítő. Mert akkor már vágóként dolgoztam. Igen. Ez hogy jött a vágói munka? Ez nagyon érdekes. Ez bizonyos értelemben egy szerkesztő számára nem is visszalépés, de egy teljesen más feladat. Tehát nyilvánvaló, hogy minden egyes rezdülését ismernie kell, és neked szerkesztőként, meg tehát képzett újságíróként azért ez könnyű volt az átállás, de az egy ülő munka. Így van. Ez még az autómániás időszakra húzódik vissza, ugyanis mi bent vágtunk a székházban, de külsős produkció voltunk. És mikor elindultak nagyobb produkciók ott a televízióban, akkor egyszerűen a miénk az kiszorult. Nem tudtuk a vágást ott intézni, és így nekünk meg kellett tanulnunk használni a vágóprogramot. És mi már egy ideje ezt így készítettük, tehát az utolsó egy év az erről szólt igazából. Tehát szerkesztő, operatőr, vágó. Így van, igen. Tehát a hármas egység, azt hiszem, hogy ez ritkaság, és attól lesz talán egészen kivételesen jó ez a műsor, vagy jók ezek a műsorok, mert hogy így minden rezdülését ismered a történetnek. Igen, és én ezért nagyon hálás vagyok. Én már közben is tudtam, hogy ez nagyon fontos, tehát hogy egy szakmán belül minél több mindent, hogyha tud az ember, egy kamerabeállítás hogyan lehet megcsinálni. Akkoriban jöttek ezek az új ugye, fényképezőgépek, amikor már elkezdtek azokkal is forgatni. Azt is meg kellett tanulni, hogy hogyan tudjuk használni, mit, hogyan állítunk be. Tehát én már közben is éreztem, hogy ezek nagyon fontos dolgok, de igazából utána jött ez, tehát akkor lett igazából valóság, hogy ez mennyire fontos, hogyha egy valaki meg tud ennyi mindent csinálni, hogy szerkeszti is, meg is tudja vágni, és tehát ha még le is forgatja, akkor az a legjobb kombináció. Így ez kerek nyilvánvaló. Igen. Innét folytatjuk, de akkor egy kicsit beszéljünk a családról, hiszen az egyik szerelem és a másik szerelem azért összekapcsolódik időben. Így van. Igen. A főiskolán kezdődött, és hát még ti is ismertétek ráadásul Mónit, hiszen a diákműsort azt közösen készítettük. Tehát ő is szerkesztő riporter volt itt a Fehérvár Televízióban, és mi itt ismerkedtünk meg igazából, és azért is volt fontos ez a kapcsolat számomra, mert akkoriban azért elég sokat dolgoztam már én is a Fehérvár TV-ben. És azt a fajta úgymond időbeosztást, azt nem mindenki feltétlenül értette, hogy most az miért van. Engem nagyon hamar képernyőre is engedtek, a napi bemondó voltam például, és akkor ez tényleg olyan volt, hogy én napközben iskolában voltam, fősulin, mert hogy nappali tagozatos voltam, és mikor befejeztem a munkát, akkor mondjuk délután jöttem is be, és készültem, mert hogy a napi műsorvezetéshez, a napi bemondáshoz tudnom kellett, hogy milyen műsorok vannak, kit kell felkonferálni. Veled is ugye nagyon sokat egyeztettünk, hogy milyen vendéged jön, mit mondhatok róla, tényleg egy pár gondolatot. És akkor ez nekem ez gyakorlatilag estig eltartott. És ezt nem mindenki tudta volna megérteni, hogy ez miért működik. Ráadásul, amennyiben ha visszaemlékszünk, és most itt már itt tartunk, akkor műsorvezetőként debütáltál Fehérváron több különböző műsorban, tehát nem csak a televízióban dolgoztál. Igen, a diák műsorok. Ez mindenképpen megerősítést jelentett, ugye? De ugyanakkor választani kellett, mert most felsoroltunk körülbelül 5 olyan hivatást, ami bizonyos értelemben teljes embert kíván. Igen. Ez így van. Nehéz volt a döntés számodra? Én úgy gondolom, hogy a döntés az maga az egyszerű volt, viszont amíg eljutottam bizonyos dolgokig, az viszont nagyon sok áldozatot követelt. És ebből a szempontból az, hogy a Mónival megismerkedtem, feleségemmel, aki később már ugye feleségem is lett, akitől két gyerekünk is született, ő nagyon sokat tett azért, hogy én tudjam ezt a dolgot művelni. És ő nagyon sok mindenben támogatott engem, hogy tudjam csinálni a dolgaimat. Így azt mondom, hogy egy picit könnyebb volt, viszont a lelki része, ha most így visszagondolok, az nekem azért is nehéz, mert például a gyerekeim életében nem tudtam már úgy részt venni 100%-osan, ahogy azt én most elképzelem, vagy ahogy most például részt tudok venni.
úgy ide jöttem vissza ismét a... Tehát egy reggeltől reggelig tartó folyamatos újságírói munka azért az elhivatottságot igénye egyik oldalról, másik oldalról pedig nagyon, valóban nagyon sok mindent kell feladni. Igen. Miért váltottál tévét? Ugye a Hír TV-be kerültél 2016-ban. Így van. Ez egy jó időszak volt a Hír TV-ben, mert egy kicsit más stílust képviselt, mint a Magyar Televízió, majd később az Echo. Mi volt a döntés hátterében? Az egy nagyon jó lehetőség volt, ugyanis én addig az RTL-ben külsősként dolgoztam. És most lehet, hogy ez jól hangzik, hogy annyi pénzt kerestem, amennyit dolgoztam, de valójában ez, ha belegondolunk, ha nem mentem dolgozni, akkor nem volt fizetésem. Világos. És a Hír TV-hez oda rendes belsős állást ajánlottak föl nekem. Ráadásul rögtön úgy vettek föl, hogy magazin és híradós vágó is lehettem. Illetve ott volt előrelépési lehetőség. Tehát voltak különböző illetve különböző fokozatok a vágáson belül is. A legmagasabb szint az a napi vezető vágó szint, amit el lehetett ott érni, és én azt egy másfél éven belül azt meg is kaptam. Ez azt jelentette, hogy onnantól kezdve, amikor én napi vezető vágó voltam, én ültem be az egyes számú vágóba, és minden egyes vágó, aki dolgozott a híradóban, azért én feleltem, hogy az ő munkájuk az mindig olyan legyen, pontos legyen. Én voltam kapcsolatban folyamatosan a főszerkesztővel, a napi szerkesztővel, az adáskiadósokkal, mindenkivel, tehát nálam futottak össze a szálak. Én mondtam meg a riporternek, aki följött, hogy hova menjen, melyik vágóhoz menjen dolgozni. Nekem is ugyanúgy kellett anyagokat készíteni, de hogy ez egy ilyen folyamatos... Világos. Úgy fogalmazott az egyik kollégám, hogy ez egy hajóvezetés. És én nagyon szerettem hajót vezetni. Tehát nekem ez egy nagyon jó időszak volt. Viszont tény is való, hogy mivel mi már akkor a Velencei tónál laktunk, akkor nekem ahhoz, hogy átérjek Óbudára, az egy elég hosszú utazás volt. Ugyanakkor két esztendő után folytatódhatott az autós karriered bizonyos értelemben, hiszen jött az Autopower. Megnéztem, 274 cikk volt benne, fantasztikusak egyébként. Irodalmi stílusban magas szinten műszaki dolgokról írni, az azt hiszem, hogy egy kivételes lehetőség, és rendkívüli tehetséget igényel. Hadd idézzelek téged ennek kapcsán, ugye nem szeretek és nem is szoktam tanácsot adni, abban viszont hiszek, hogy egy elmesélt történet vagy egy megélt tapasztalat sokaknak értékes infót adhat. Az írásban és a videókészítésben is ez vezérel. Az autórajongó beszél belőlem, nem az autokritikus. Ez az utolsó mondat nagyon fontos. Igen, én ezt tényleg így gondolom, mert most anélkül, hogy bárkit megbántanék, vagy meg akarnék bántani, nagyon sokszor az ego irányába mennek el szerintem ezek az autós műsorok, autós cikkek és egyéb dolgok. Én úgy gondolom, hogy ha valakit érdekel egy autó, akkor nem feltétlenül az érdekli, amit ő is el tud olvasni. Egy műszaki táblázatot, egy felszereltségi listát és egyéb dolgokat. És én nem kritizálni szoktam éppen ezért az autókat, hanem mint autórajongó leírom azt, hogy milyen érzés, vagy elmondom egy videóban, hogy éppen mikor mi történik, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a kommentekben is, például a videók alatt, hogy csak egy egyszerű példa, megmutatom, hogy mit, hol lehet kikapcsolni vagy bekapcsolni biztonsági berendezést, ami egyébként zavar valakit. És erre is jöttek, hogy nem, nincsen ilyen fórumokon beszélgettek egymással, és hogy nem, én meg megmutatom a videóban, hogy tessék, hogy ha ez mondjuk zavar, akkor itt lehet kikapcsolni, és így működik, ezt csinálja. Tehát nyilván ez nagyon hiányzott neked, hogy ezt a fajta szakmai alázatot, amit te képviseltél az autós műsorokban, ismét felvonultathasd mindannyiunk érdekében. Igen, nagyon furcsa érzés volt, hogy az a nagyon sok tapasztalat, ami összegyűlt bennem, rengeteg autót, tehát amikor vége lett az autómániának, akkor addigra már több mint 1000 autót vezettem. És nálam ezek a kocsik nem úgy voltak, hogy elmentem és mentem 5 kilométert kipróbálni, hanem mindig egy hétig járkáltam én ezekkel az autókkal. Tehát volt időm kitapasztalni, megtapasztalni bizonyos dolgokat. És olyan érzésem volt, hogy van egy fiók a fejemben, tele rengeteg információval, de nem tudok vele mihez kezdeni. Nagyon jó volt, amikor esetleg megkértek, hogy használt autót szeretnének venni, mi a véleményem, mit gondolok erről, arról az autóról, arról a típusról. Olyankor ki tudtam húzni ezt a kis fiókocskát, és elő tudtam venni ezeket a jegyzeteket, úgymond, amik a fejemben voltak, de alapvetően ezek folyamatosan ott pihentek és porosodtak a fejemben, és ez engem zavart, hogy ez a fajta tapasztalás, hogy ezt nem tudom
akár csak segítségként adni? Amit most megtapasztalunk itt a Fehérvár Médiacentrumban, és hiszen folyamatosan hozzád fordulnak, ha valami kérdésük van. És én annyira örülök ennek. Autóügyben. Annyira örülök, sőt, szaszerolni is szoktunk, ugye kicsit ez az, mit tudom, múltkor egy defektes kereket, kicseréltem egy kereket, kollégámnak, például ugye Zsidai Ádámnak, operatőr kollégának most a kilincsét kellett lecserélni a kocsin, tehát hogy nagyon jó, én ezeket nagyon szeretem, tehát amit tudok, azt én nagyon szívesen meg is csinálom. Igen, hát amíg mosolygos szemmel csinálod, nagy probléma nem lehet. Mi hívott, hozott haza. A gyerekek már nőttek, ugyanúgy Velence utó környékén éltek, úgyhogy én azt gondolom, hogy most, ha úgy tetszik, otthonról hazatértél. Igen, egy nagyon fontos döntést kellett hoznom, a szakmai részét azt nyilván egyértelmű, hogy a fejlődés az folyamatos, tehát az nagyon fontos. És ezt azért is gondoltam ugye fontosnak, mert hogy itt én most teljesen mással foglalkozom, mint amivel eddig foglalkoztam, legalábbis úgy a legfőbb irányban. Tehát nem vágok, nem szerkesztek, hanem elsősorban itt operatőr vagyok. Tehát a szakmán belül most valami olyasmivel kell foglalkoznom, amivel eddig csináltam már, de inkább hobbi szintnek neveztem. És itt ez most egy új kihívás volt. Ugyanakkor az új kihívás mellé csatlakozott egy másik, hiszen az elmúlt esztendő novemberében elindult a Kocsi Zoom. Igen. És ez ugye a Fehérvár Televízió autós műsora. Erről azt írtad, hogy nem csak a friss járgányokat vesszük nagyítóra, de igyekszünk megkeresni egy tesztautó minél korábbi változatát. Igen. Én azt hiszem, hogy ez, már mondtam ezt a jelzőszerkezetet, de ez megint csak megerősítést jelentett, hiszen nagyon is jól tudom, hogy ez a műsor népszerű, és akkor visszatértél, ha úgy tetszik, az eredendőhöz. Igen, igen, tehát mind a mellett, hogy mi a testvéremmel közösen készítettük a saját kis YouTube csatornánkat, illetve a weboldalunkat. Nekem azért hiányzott egy ilyen lehetőség is, és amikor megegyeztünk, hogy én jövök ide a Fehérvár TV-hez dolgozni, ez egy opció volt, hogy ha szeretnék autós műsort készíteni, akkor megvan rá lehetőség. És ugye a legfontosabb indok pedig nyilván az volt, amit említettél is, hogy cseperednek a gyerkőceim, és most még nagyon nagy szükségük van rám. Tehát apa még kell, hogy ott legyen. Világos. És az, hogy én hajnalba eljövök, késő este érek haza, nem tudok úgy részt venni az életükben, most viszont itt tudok lenni, hát nem azt mondom, hogy 100%-osan, de 80%-ban a korábbi 20-30%-ért. Tehát itthon is vagy, és otthon is vagy mindenképpen. Igen, igen, tehát sokkal hamarabb oda is érek értük. Most a napi életükben tényleg annyira részt tudok venni, hogy nem csak, hogy reggel elviszem őket iskolába, hanem délután is már én megyek általában értük az jó, esetek van, legnagyobb részében. Jó, akkor Móni is boldog, mindenki boldog. Reméljük. Milyen jövőképed van, Ricsi? Fú! Álmodj egy kicsit nekünk. Sejtettem, hogy lesz egy ilyen kérdés, és nekem nagyon sok minden van mindig a fejemben. Bud Spencer mondta azt, hogy amikor már nem álmodunk, akkor már nem is élünk. És én folyamatosan gondolkodom új dolgokban. Én nagyon szeretném ezt az autós történetet természetesen tovább folytatni. Tehát nekem nagyon fontosak a négykerekűek, és ez mindenképpen egy fontos. Ugyanakkor engem például a dokumentumfilmezés is nagyon érdekel. Tehát nagyon szívesen készítenék, illetve fogok is majd készíteni, mert abból is van nagyon sok ötletem. Vannak olyan témák, amikről már beszéltem nagyon sok emberrel, és ők is azt mondták, hogy igen, érdekes lehetne feldolgozni. Tehát én ilyen irányba szeretnék mindenképp. Meg nagyon jó lenne, hogyha tudnék egy olyan saját, nem is céget, lehet inkább egy vállalkozást elindítani, ami már szintén egy kicsit önjáró tud lenni. És hogy akkor abból is tudok profitálni, meg a televíziós munkámból is. Történjék így. Amen. Amen, és természetesen üdvözöljük az egész családot. Köszönöm szépen. Az apukát, az autóst, az operatőrt, a vágót, a szerkesztőt. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetésekben ezúttal Seyfert Richárd volt a népszerű Ricsi a vendégem, aki nagyon sokat tett azért, hogy elinduljon egy új út a Fehérvár Televízióban is. Nos, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a következő műsorban. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.